Skorpió, március első fele. Pozitívum, negatívum és egy tanács. Megnézzük először a pozitívumot, a pozitív energiákat, valami kipottyant. Utána megnézzük a negatívumot. A negatívumot mindig, szinte mindig el lehet kerülni. Na nézzük, mi az, ami kipottyant? Csodálatos, hatos, kelyhek, boldogság. Egyszerűen az ember lelke rendes itt a boldogságtól. Ajándék várható. Hát persze, március 8-a. Így van, várjuk itt az ajándékokat. És ráadásul ez a kártya maga a múlt. A múltból valaki felbukkanhat. Küldhet nekünk egy üzenetet. Ír nekünk egy sort, hogy boldogságos nőnapot kívánok. És ez egyszerűen nagyon jó érzés lesz a lelkünknek. Vagy összefuthatunk valakivel, akivel a múltban. Vagy dolgoztunk például, együtt dolgoztunk, partnerek voltunk. Jó kis kártya, kellemes. Na, megyünk tovább. Hármas érmék föld energia, nagyon jó tanulni. Tanulni, vizsgázni, amikor ez a kártya kijön. Tovább képezni magunkat. Újra nekivágni a tanulásba, újra belevágni a tanulásba, amit esetleg a múltban abba hagytuk. Nagyon jó. Ez maga a munka. Kifizetnek minket. Ha szakembereket keresünk például, akkor megtaláljuk azt a megfelelő szakembert. Na, nézzük tovább. Az erő. Jaj, de jó, erősek leszünk, bátrak leszünk. És ez nem fizikai erő, ez lelki erő. Például leküzdeni azt a bizonyos oroszlánt, azt a bizonyos vadállatot, aki bennünk él. Erősek leszünk például megszabadulni valamitől, ami mérgezi a testünket, például a cigaretta, vagy az alkohol, vagy bátornak lenni, és végre elkezdeni valamit, amit szeretünk, amire régóta vágytunk. Például ez a hármas mutat olyat, hogy nagyon jó hárman összeállni, és valamit elindítani. Akár egy vállalkozást, de itt van erő, erő. Bátorság. Megyünk tovább. Kettes. Például megmondani a véleményünket. Kettes és kardok. Kard ez maga a beszéd. Kard ez maga a kommunikáció. Tehát minden, amit mondunk, írunk, ide tartozik. Egy jó szerződéskötés lehet itt ez a kombináció például. Egy jó kis szerződéskötés. Itt vannak a érmék, a pénz, és itt van a kard, ez maga a dokumentum. A dokumentum, ez maga az aláírás. Például egy jó kis szerződéskötés lehet. Vagy lehet, hogy akinek nem mondtuk meg a véleményünket, nem akartuk megsérteni, akkor most bátrak leszünk, és igenis határozottan megmondjuk a véleményünket. Habár a Skorpió bátor, de vannak ilyen helyzetek. A döntés, a kettes, mi legyen. Jönnek a lehetőségek, mit válasszak. A biztosat például, a stabil dolgot, vagy merjek kockáztatni. És itt lesz erőm kockáztatni. Érdekes. Megyünk tovább. Négyes, és megint kard. Kardok, levegő energia. Jaj, de jó, hogy a pozitívumra jött ki ez a kártya. Mert ez a kártya magába mutathat betegséget. Akkor legyőzzük a betegséget például. Ez nagyon jó. Mutathat valamilyen nehézséget. A kard ez maga a mentális állapotunk. Legyőzzük ezt a negatívumot. Ez nagyon jó. Amikor kijön ez a kártya, nagyon jó pihenni, szabadságra menni, regenerálódni.
például március 8-án. Négyes, kejhek, vízenergia, a ti energiátok. Na most, itt ilyen jó kis pozitívumot látunk, ami a második négyes, hoppá, ez nagyon jó. A négyesek stabilitást mutatnak, jó? Ha netán valaki azt érzi, hogy vár egy lehetőséget most, de valahogy az az igazi lehetőség még nem jön, nem jön, és nem jön, és emiatt egy picikét szomorú, akkor abba kell hagyni a szomorúságot, mert jönni fog a lehetőség. Jó? A négyes az stabil helyzetet mutat. A négyes az egyik fontos számunk. Minden szám fontos, de mindegyik más és más. A négyes például ez maga az otthon és a család. Megyünk tovább. Negatívum. Mi az, amit el lehet kerülni? Jó? Tehát lehet itt pihenni, lehet itt egy picit regenerálódni. Ugye a kelyhek, ugye az víz, vízenergia. Lehet, hogy egy wellness szállodába egy picit elmenni, és egyet lazulni. Megyünk tovább. Nos, kelyhek, ez viszont lovag, és ott a hold. Egyébként holdfogyatkozásunk lesz márciusban, és a holdfogyatkozásnak az energiáját már érezhetjük most. Plusz-minusz egy hónap, plusz-minusz három hónap akár. Tehát ez a lovag, kelyhek, okozhat nekünk valamilyen kis csalódást. A legromantikusabb, a legszerelmetesebb lovag a lovagok közül, ez ő, az a bizonyos szőke herceg a fehér lovon. Lehet, hogy ígér nekünk valamit, hogy együtt fogjuk tölteni az ünnepeket. Nem tartja a szavát. Benne van a pakliban. Megyünk tovább, és megint megjelenik a hold, és ez is lovag, tűzenergia. Tehát megjelenik a hold, új holdkor. Itt új holdkor például lehet valamilyen fontos esemény, fontos üzenet, fontos utazás, mert a lovagok mutatnak utazás, mozgást, költözést, üzenetet, híreket hoznak a lovagok. Tehát itt lehet valamilyen kis negatívum. Ezzel kapcsolatos lehet valami. Na nézzük. Na nézzük, vízenergia és tűzenergia. Tűzenergia maga a szenvedély, vízenergia. Tehát nagyon romantikus szenvedély és a romantika összefonódik. Kettő kártya, na nézzük, az uralkodó, ó, erős kártyákat kaptunk, az uralkodó. Na hát ő lehet például egy főnök, aki nem enged el minket a munkahelyről. Lehet nyomasztó, lehet manipulátor. Hát a hatalom az ő kezében van. Nagyon gyakran kos vagy ilyen kos típus, uralkodó típus, vezér típus lehet. Jó, tehát az utolsó szó az övé, a hatalom az ő kezében van. És a szerencsekerék megint csak az utazás, a kerék, az utazás, a költözés, a változás, az ide tartozik. És ez a harmadik kártya, ami mutat utazást, jó? Utazást, autót, valamilyen információ. Tehát ezen a területen történhet valamilyen kellemetlenség. Nyolcas, és ez munka, érmék. Ez munka, elsősorban munka. Az értékek, amikor értékesek vagyunk, viszont negatívumot nézünk, nem eléggé értékelhetnek minket a munkahelyünkön például, vagy nem fizetnek ki minket időben, vagy kevesebbet kapunk. A tanulás is ide tartozik, ehhez a kártyához. A két munkakártyát kihúztuk, az egyik a hármas, a pozitívumon, itt viszont a negatívum. A pozitívumon inkább ilyen munkát mondanék, mit, hát a kreativitás, igen. A kreativitás az nagyon
fontos szerepet játszik itt a kreatív munka, a művészet. Itt viszont olyan munkáról beszélgethetünk, ami maga a rutin, ami egyforma, mindig egyforma, ugyanaz, ugyanaz. Mi van még itt? Négyes tűzenergia. Valaki meg akarja akadályozni ezt az ünnepet. Tehát van itt valami a levegőben. Valami, vagy valaki meg fogja akadályozni. Hát ez az uralkodó, ez nagy ellenség is lehet akár. Erős ellenfél. Ha ellenségről van szó. Egyébként ehhez a kártyához hozzátartoznak olyan dolgok, mint például a keresztelő, az esküvő, az ilyen nagy események ide tartoznak, vagy születésnap, tehát valaminek a megünneplése. És itt fordulhat a kocka, sorsfordulat, azért felette van, fordul a kocka. Lehet, hogy valaki várja, hogy esküvő lesz, és a végén nem lesz esküvő. Visszavonulás lesz, igen. Tehát ilyen is benne van a kártyapakliba. A levelet nézzük csak meg ezt az üzenetet, mi van itt. Tízes kelyhek, viszont ez egy csodálatos kártya, a ti energiátok, víz energia, jaj, de jó. Ez kellett. Ez maga a gyógyír a sebeinkre, ez maga a gyógyír a lelkünkre. Na, milyen lehet a víz energia? Olyan, mint az életvize gyógyíthat minket. És olyan lehet, mint a méreg, ami mérgez minket. Ez gyógyító energia határozottan, és ezt is érzem. A család ehhez a kártyához hozzátartozik. A családi események, a családi boldogság ide tartozik ehhez a kártyához. Van itt még valami a levegőben. Jó, de boldogság az azért... A békekötés, lehet, hogy érdemes békét kötni valakivel. A béke, a barátság ide tartozik ehhez a kártyához. Húzzunk csak. Itt. Jó, ez egy karmikus kártya. A szerencsekerék. Oda húzunk csak egyet. 8-as. Kardokat kaptunk. Megkaptuk a megerősítést. Egy negatív kártyát húztunk. A félelem, a korlátozás. Az uralkodó azért tud minket korlátozni. Miért? Mert a hatalom a kezében van. Tehát ő az uralkodó, ő a főnök, kész. Amit mond, ha tetszik nekünk, ha nem, úgy kell táncolni, ahogy ő fütyül. Ilyen az uralkodó, tehát ő korlátozhat minket. Lehet ő főnök, lehet ő egy családtag. Manipulátor lehet, nyomasztó lehet, nyomást okoz ránk. A korlátozás ide tartozik ehhez a kártyához. A félelem, a depresszió ide tartozik. Gyakran jött ki ez a kártya a COVID időben, amikor le voltak zárva a határok például, akkor nagyon gyakran jött ki ez a kártya. Jó, tehát itt kaptunk egy megerősítést, hogy valami van a levegőben, egyébként levegő energia. A kardok, ez maga a virtuális világ. Tehát ott is történhet valami. 6-os. Pozitívumra is dobunk még egyet. A pozitívumra nagyon tetszik nekem, hogy ott van az erő. Tehát lelkileg erősek leszünk, azért meg fogunk tudni küzdeni a negatív dolgokkal. Igen, határozottan igen. Na nézzük csak, mi van itt még? Apród. Tessék, a pozitívumra kijött nekünk egy apród. Kezdés, és ez a levegő energia.
a kard kijött, a kardok maga a dokumentum, a kard maga az információ, az írás. Lehet, hogy valamit el kell kezdenünk, így hivatalos úton valamit intézni, mert vannak még itt kardok, kettes, négyes. Tehát ezek a hivatalos dokumentumok a kardokhoz tartoznak. Az apród maga a gyermek is. A gyermek. A gyermekünkkel lehet kapcsolatos, viszont itt pozitívumot nézünk határozottan. Igen, a tanulók kártyája egyébként, a tanulók határozottan. A kard, ez maga az ész, a tanulás, az apród, az tanuló. Valaki lehet, hogy elkezd tanulni. Nagyon jó. Vagy valamilyen hivatalos ügy lehet itt. Vagy lehet, hogy kell is hivatalos úton valamit elintézni. Kell lesz valamit elintézni hivatalos úton. Happy end lesz a vége. Tehát a plusz kártyánk az egy happy end. Az egy tízes kelyhek, egy csodálatosan pozitív kártyát kaptunk. Végig kell menni. Lesz hozzá lelki erőnk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!